Sok szeretettel köszöntök mindenkit, üdvözlöm az Antenna Hungáriának a korábbi és jelenlegi dolgozóit, a hatóság dolgozóit, tovább a rádióamatőr barátaimat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az O1 lekapcsolása során összefoglalót adhatok a rádióamatőr kapcsolatáról ennek a rádiósávnak. Először is hadd emeljem ki, hogy a rádióamatőrök és a kiradástechnikai szakemberek nem állnak egymástól nagyon távol. Akkor mind a két előttem szóló előadó rendelkezik rádióamatőr múlttal. Hadd emeljem ki, hogy dr. Falus László ma is rendelkezik rádióamatőr hívójellel, ráadásul az enyémhez nagyon közeli, az én hívójelem HA5PT, Falus Lászlói pedig HA5PE. De az Antenna Hungária szakembergárdájában folyamatosan nagyon sok rádióamatőr tevékenykedett. Itt van körünkben dr. Hetényi László is, akit rádióamatőrként nagyon sokan ismerünk a rádiótechnikának a rádióamatőr szakírójaként. Rádióamatőrként tévénézője is voltam az O1 csatornának. Szívesen emlékszem vissza a hétfői adásszünetekre, amikor TVDX-re nyílt lehetőség. A hétfői adás szünet után a hét többi napján ennek a jelenségnek már nem örültünk, mert csíkozódás, szellemképek zavarták az élvezhetőségét az O1 csatornán folyó tévéadásnak. Én magam 1989-ben lettem hűtlen az O1 csatornához, akkor az AM Mikróra mentem, majd később a Káber TV nézők csoportjához tartoztam, de hadd valljam be, hogy a digitális átmenet első pillanatától fogva, 2008-tól visszatértem a földfelszíni sugárzásra, és nagy örömmel használom a mai napig is ezt a jelentős minőségi előrelépést, amiről a következő előadásban biztos, hogy fogunk hallani. Az 50 MHz-es frekvenciatartomány nagyon érdekes, rendelkezik a rövid hullámú és az ultrarövid hullámú távolsági terjedésnek az összes tulajdonságával. Ez a jelenség tette élvezhetetlenné sokszor az O1 csatornán folyó tévézést, míg számunkra ez nagyon érdekes kapcsolatteremtést biztosít. Nyugat-Európában a 60-as évektől meg is szüntették az első csatornát, ki is hagyták ezt a spektrumot. Magyarországon történelmi okoknál fogva ez tegnap következett be itt Budapest vételkörzetében. Ennek ellenére rádióamatőrként már 6 éves múlttal rendelkezünk, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Magyar Hírközlési Hatóságnak azt a pozitív hozzáállását, hogy 2005-ben a működő tévé sugárzás alatt kísérletet tarthattunk, amelyiken több mint 60 rádióamatőr nagyon pici teljesítménnyel, az igaz, de 5 wattos teljesítménnyel kipróbálhattuk a sávot. Ez a kísérlet olyan jól sikerült, hogy semmi zavar problémát nem okoztunk ezzel a kísérletezéssel, és bekerült 2006-ban az FNFT-be a rádióamatőrök számára a másodlagos jellegű használatot megengedő passzus. Rádióamatőrként elismeréssel kell fejet hajtanunk a régi szakemberek előtt, és ezelőtt a műszaki teljesítmény előtt, ami 54 éves szolgálatot jelent itt. Én picit hosszabbat említek, rendszeres tévésugárzás ugyanis 1957 óta folyt erről a helyről. Számunkra a tegnapi lekapcsolás nagyon nagy örömöt jelent, ezen fölül hadd osszam meg önökkel a másik örömünket. Az Antenna Hungáriát megkerestük avval a különleges kéréssel, hogy a lekapcsolt O1-es tévéadó antenna rendszerét egy néhány napra rádióamatőrként kihasználhassuk, és így a Háros Rádió Klub tagjai és az Antenna Hungáriának a jelenlegi dolgozói közül, akik rádióamatőr vizsgával rendelkeznek, 4 napig innen fogunk dolgozni az adóépületből a régi O1-es antenna rendszerrel.
Köszönöm szépen, hogy ebben támogatott minket az Antenna Hungária és ezen fölül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Egyúttal, hogyha itt befejezzük ezt a rövid megemlékezést, és megnézzük a lekapcsolt tévéadót, hadd invitáljam meg Önöket, nézzék meg a rádióállomásunkat, az amatőr rádióállomást, osztozzanak az örömünkbe, hogy elkezdjük a forgalmazást a rádióamatőrökkel erről a szép helyről. Nagyon szépen köszönöm. Hát elmondom, hogy miért az én poénomat rontod el, ha nem mondasz volna semmit. Köszönöm szépen az emlékeztetőt. Azt gondoltuk, hogy ez egy különlegesen jó helyen levő, a város fölött kiemelkedő antennarendszer, és ugyan nem lehet az antennarendszert mozgatni, de a lapos kisugárzásában rettentő nagy nyereségű. Úgyhogy meg fogjuk próbálni a következő napokban, hogy a Holdról visszavert jelek segítségével létesítsünk kapcsolatot. Ez körülbelül fél óra, egy órás időszakot jelent, amikor a Hold felkelt, illetve Hold nyugta van. Remélem, hogy néhány összeköttetést fogunk tudni létesíteni itt a Holdon keresztül is. Köszönöm. És hát még a várakozásunkról. Most augusztus 15-e van. A néhány napos aktivitásunk augusztus 18-ával lezárul. Ez az augusztus az ionoszféra szempontjából egy még aktív, de már lecsengő szakaszt jelent. Tehát még van esély, hogy sok európai áramlással tudjunk dolgozni. Pici esélyt gondolunk, hogy interkontinentális kapcsolatokat is fogunk tudni létesíteni. Nagy izgalommal várjuk, hogy egyáltalán mit tesz lehetővé számunkra ez a különlegesen jó antennarendszer. Sok sikert. Nagyon szépen köszönjük. Tehát ez volt a jelen, de most is vissza kell ugrani a múltba, mert az a igen nagyértékű hullámterjedési megállapítás, amit itt többen igazolnak, az úgy játszódott le itt az állomáson, hogy akkoriban még kevés volt a műsor, és délután este fele, inkább csak este volt műsor, meg volt olyan nap, amikor semmi nem volt. És mint kiderült, mindegyik csoport, a Villányi csoport is, a Hetényi csoport is, sőt, talán még a Gumányi csoport is megcsinálta ezt a hullámterjedési kísérletet, ami hát abszolút illegális volt. Kinyitottuk a végfok ajtaját, két krokodilcsipesszel rákötöttünk egy tévékészüléket, és hogy mekkora lehetőségek vannak ebben a sávban, mindegyikünk igazolni tudja, hogy a leningrádi televízió műsorát nem sokáig, de negyed órát, fél órát ilyen kicsit furcsa körülmények között néztük. A poén még az, hogy akkor még a lepka antenna volt, tehát még csak nem is ez a nagyobb nyereségű antenna, úgyhogy sok sikert a kísérletekben, nekünk ez sikerült, most már nem fogjuk megismételni.